Ott kezdjük, hogy Török József, hogyan kerültél kapcsolatba a magyar őstörténettel? Ez elég korán kezdődött. Én nálam 11 éves koromban a kezembe akadt egy nagyon öreg könyv. Ajándékba kaptam egy idős nénitől, mert segítettem neki valamit. Én akkor megkérdeztem, hogy mi ez, mert olyan érdekes volt a borítő, vastag bőrkötés, és olyan érdekes rovátkák voltak rajta. Aztán mondta, hogy otthon lapozgasd, mert azért a belső részeket el tudod olvasni. És hát ott olyan történet volt leírva a könyvbe, ami megfogta a fantáziámat, és elkezdtem utána járni, hogy tulajdonképpen most hogy is van ez a honfoglalás, meg ez az egész dolog. Ugye amit én addig hallottam, annak merőben az ellentétét olvastam. És általában mindig érdekeltek a dolgok. Elkezdtem utána járni. És olyan dolgok derültek ki a számomra, hogy a történelem tanárom az azt mondta, hogy most vagy szó szerint fölmondod azt a három leckét, amit utoljára föladtam, vagy megbuktatlak történelemből. Mert én keményen elkezdtem vitatkozni, és mondtam, hogy nem igaz. Ez nem igaz. Ilyen nincs. Ezt kitalálták. És hát ugye abban az időben az igencsak nem kívánatos dolog. A könyv az ugye rovásírással volt írva? Az első kettő nem. Az rendes arab betűs volt, hanem a másodiknak a negyedik fejezete azt tartalmazott olyan leírást, hogy a rovásírás meg lehetett vele tanulni. Természetesen ugye, amikor erre rájöttem, meg ugye megkaptam a megfelelő felnőtt segítséget is, akkor utána mindig vittem a tollat, füzetet, és gyakorolni. Gyakorlatilag 3 hónap alatt meg lehet tanulni a rovásírást úgy, hogy olvasható legyen. Tehát bárki elsajátít. Összesen hány kötetet kaptál meg így? 7 teljes kötetet és egy felett, mert annak sajnos hiányzik egy jelentős része. És a 7 kötetnek a nagy része rovásírással volt írva? Igen. 4,5 az csak rovásírás. A rovásírásos tartalomra hogy emlékezel vissza, hogy a magyar őstörténettel mitől kezdett foglalkozni? Nagyon az elejétől. Tehát a szkíta időtől, a szkíta fejedelemségtől kezdve. Szerepelnek-e azok az első ilyen földrészek, itt gondolok Atlantisra és Ataiszra, tehát a Mu Ataiszra, hogy azok az írásokban nem volt ez? Benne van mindegyik, sőt elég Ataiszról elég részletes leírás van a kultúráról is, az ünnepekről is, ami számomra azt jelenti, hogy testvér nép volt, vagy nem tudom, hogy tituláljam őket, mert nagyon hasonló a miénkhez. Tehát a származási vonalban valamilyen oknál fogva testvérek vagyunk. És ugye ez megadta a szellemi töltést itt Magyarországon, és elindultál, amit elkezdtél az előbb mondani, igen, Mongólia irányába. Kerestem a lehetőséget, hogy valahogyan tudni. Van leírás, tehát a leírásokban, a 6. kötetben ott a mongolokat teljes testvérnépként írják le. Tehát, mintha az unokatestvéreik lennének. Ez úgy van végigvezetve, és írja, hogy a nyelv teljesen azonos. A zenei világ, az énekek, az ünnepek, azok teljesen azonosak. A nap, mindennapi nyelvben vannak eltérések. És ez szintén érdekelt abban az időben, ugye, amikor én gépkocsi vezető lettem, akkor volt a nagy összeborulás, ugye a nagy mongol
testvériség a szocializmusban, és hát ugye mi komoly technikával rendelkezünk a vízkutatás terén, náluk meg ugye az igencsak aranyértéket képvisel a sivatagban, egy pohár víz, vagy egy üveg víz, és szállítani kellett ki lábon vízkutató, vízfúró berendezéseket Mongóliába. Ezt úgy kell elképzelni, amit a Józsi mondott az előbb, hogy nekünk a mongolok testvérnépünk, hogy a Kárpát-medencéből való eljegesedés miatt kirajzásunk levisz minket Ataizba, Mura, ami a csendes óceánban van. A csendes óceánban ez a sziget egy idő után elsüllyed, felrobban, és de már ott előtte a népeink megalapítanak különböző gyarmatbirodalmakat, ez Indiába, Mezopotámiába, a Közép-Amerikába, Dél-Amerikába, és a Kína fölött ordoszi központtal. Na most itt a mi hunnyaink, azok nagy részt, ugye minden helyen ott vagyunk a világban, ezért vagyunk ott minden helyen, akik ott vannak a Hun birodalom környékén, ők kerülnek kapcsolatba a mongolokkal, a hunok azt mondják az arra is, hogy 24 törzsünk volt, és ebbe az egyik törzs a mongol, és teljes beházasodás van a mongol vezetőrétekbe. A mongol vezetőréteg innen kapja meg az ataiszi őskultúrát, és Genghis Khanra azt mondják, hogy szőket jégszerű úgy mellesnek. Úgy van. Pontosan. Még a szobra is úgy van ábrázolva. Tehát van egy hatalmas, hát mit mondjuk, talán beférne ide ebbe a helyiségbe. Akkora lovas szobor, és ki van festve, és kék szemmel, és szőke hagyja. Gyönyörű. Két hatalmas vastag fonat, és szőkére van festve. És önállók mindenképpen ki van hozva a kék szem, és a szőke hagyja. Azon kívül a lényeg, hogy így kikerültem Mongóliába. Azért azt meséld el, hogy léptél meg a munkahelyedről. Hát, nem akartam, de... Kiértünk Ulánba, mi lejelentkeztünk a darab címen, és közölték velünk, hogy hát uraim, egy hét pihenő, innen sehova se. Mert szerződéssel van valami probléma, és amíg az nem lesz rendezve, addig semmi tovább. Én voltam az oszlopvezető, taknyos gyerek létem rá, mögöttem jött 5 vén öreg sofőr. Viszont mivel én voltam az oszlopvezető, a tolmácsik mellettem ült. Az egy eredeti született mongol fiatalember volt, aki itt tanul Budapesten, a Műszaki Egyetemen. Neki jól jött, fölkérték a tolmácsolásra, meg a hazavezetésre, mert ő már egyébként ment volna haza. Így még pénzt is kapott érte, meg hát nem került az utazás esetére. Viszont összebarátkoztunk, mert hát azért az nem egy 3 napos túra. Oda kiújtni lábon, és kiderült a beszélgetések alapján, vagy a beszélgetések közben, hogy az ő nagyapja, az egy mongol táltos. És ő náluk, és hozzáteszem, hogy a vándor mongolok között. Tehát ők ugyanúgy most is jurtában élnek, a mai nap is, és tavasszal mennek a nyári szállásra, hagyják a nyájakat, a országokat. Téli időszak, mikor mielőtt megköszönt, akkor meg a téli szállásra vándorolnak. És az ősi kultúrát nagyon szigorúan, és az ősi törvények szerint élnek. És hát ugye a tanulmányai, meg az olvasottság, meg az olvasott alapján, én nekem ezt csak egyszer kellett mondani, azt nem tudtam elképzelni, hogy én ezt kihagyom, hogy legalább egyszer ne találkozzak az öreg úrral. Ugye kiderült, hogy egy hét szünet, semmi elfoglaltság, aztán mondtam a srácoknak, mondom, akkor most gyerünk, tűnés. De hát nem jó ám, mert egy darabig mehetünk motorral, de utána csak lóval lehet, mert olyan részen vannak most, nyár elején, ahol a homokban nincs olyan jó járni, ami ne feneklene meg lovak. És
Hát az nem olcsó, ne törődj vele, van pénz, valóban. Én az utolsó percben kerültem be ebbe a csapatba. Ennek következtében gyakorlatilag, amikor a felvilágosítások voltak, én abban mindenből kimaradtam. De több is, ő sofőr tudta, hogy mennyi pénzt váltson be ahhoz, hogy az oda-vissza útra legyen elég zsebpénz. Hát ebből lett egy kis bonyodalom, mert nem tudom én még milyen bankból kellett átkérni, mert a központi vasár, tehát a nemzeti bankban sem volt, 10.000 forint értékű. Akkor gyanús volt, mondom, hát akkor már minden papír kitöltve, aláírva, mindegy, hát valami lesz, hát kiderült, hogy kaptam egy hatalmas táskapénzt. De a szószoros értelmében. Jó, ennyi. Ez nem a mai 10.000 forint volt. Ott tegye meg a ördög, minden. Ennyi van, aztán jó van. És ugye, mikor mondtam a srácnak, mondom, hogy nem gond a pénz, van bőve. Aztán miért, hát mennyi pénze? Gyere, oda mentünk a kocsihoz, kiúsztam az ülés alól a pénzes táskát, kinyitottam. Szegény majdnem elálljon. Összecsapta, és meg nem utasd valakinek, te őrül. Azt mondja, hát azért fél Ulaanbaatart megveheted. Azt mondja, hát miért hoztál ennyi pénzt? Mit tudom én, hát ennyit adtak. Ennek következtében aztán hát ugye én voltam a Tekonics a lóvásárlásnál, a legjobb minőségűeket, a felszereléseket ugyanúgy. És hát egy két és fél napos úttal elértünk a gyurcsatáborhoz. Milyen ott az élet, és hogy kezdődött a sámán felkészítése? Nagyon érdekes módon, magával a bemutatkozással. Ugye ő, én a dobtetőn engem megállított, mondta, hogy itt várja. Ő lement a gyurták közé, oda ment a nagyapjához, megfelelően üdvözölte, ahogy az illik, az ottani szokásod szerint, és közölte, hogy hozott vendéget, egy magyar srácot, aki szeretne ővele megismerkedni. Megadta le az engedélyt, hintett, hogy mehet. Oda mentem, én az olvasottak alapján nagyjából tudtam, hogy illik egy ilyen köszönést, hogy illik bemutatkozni, ő viszont aztán konkrétan egyértelműen kitanította 4,5 hét alatt, úgyhogy... Az elején 4,5 hét alatt. Az út. És teljesen szabályosan üdvözöltem, úgy, ahogyan illik, megfelelő távolságból, megfelelő kézjellel, megfelelő meghajlással. És ezért már megdöbbent az öreg, és látszott az arcán, hogy ez tetszik. Odaintett magához, az ottani szokás, hogy a vállát érintik meg a vendégnek. Ő is teljesen szabályosan üdvözölt, aminek én megörültem, mert azt már bizony a unokájától, meg az olvasottakból tudtam, hogy ez annyit jelent, hogy már biztos, hogy nem fog kidobni. Hogy tanítani fog-e, az kétséges, de kidobni nem fog. És akkor megszólalt, üdvözölt, és én ugyanúgy üdvözöltem vissza, hogy minden szót megérted. És ezen aztán végképp megkérdezte, hogy én honnan tudom az ős nyelvet. Azon a nyelven, hogy ő is minden szót értsen, elmagyaráztam, hogy honnan tudom, hogyan tanultam meg, olvasás útján, és hát a kiejtésem nem mindig jó, mert nem volt, aki segítsen. Ahogy kitolvastam, úgy mondom. És mondta, hogy teljesen érthető, majd kijavít. A mai magyartól mekkora az eltérés? Hát, a köznapi nyelv nagyon hasonló. A kifejezések, és az ősi nyelvünkben nagyon sok a kifejezés, amit ma már nem használunk. Mi. És ezt kihangsúlyozom, hogy mi. Mert a kicsit mellettünk, a csángók a mai napig 60%-át használják az ősi kifejezéseknek. Tehát ma egy csángó ember beültetnek egy repülőbe, kiviszik Mongóliába, kiviszik a jurtásokhoz, az ugyanúgy fog társalogni, mint ha autó lenne a faluban.
minden szavát megérti, és ő is mindent megérti. És a szovjet bánhatás ellenére is megmaradt az ősi nyelv, és megmaradt az ősi mongol nyelv. Ezt a nyelvet Mongóliában nem magyar nyelvnek mondják, nem, amit mi... Ez az ősi nyelv. Azt mondtad, hogy az úgy hívták, hogy az ősi föld, nyelve. Az ősi föld nyelve. Mikor mondtam, hogy hát ez magyar, nem. És kijavítottak, és rám szólt, hogy nem, ez nem magyar. Ez az ősi föld nyelve. Ez az egész földgolyón ezt a nyelvet beszéli, és ezt az íráshoz használták. És egy kicsit utána néz bárki is, játszva fél óra alatt be lehet igazolni lehet. Itt kapjuk arra a legnagyobb bizonyítékot, hogy miért mondjuk azt, hogy az egész földgolyó tele van a magyar városok nevével, hegyek nevével, földrajzi nevekkel, mindenhol ott a magyar nyelv, ezért van ott mindenhol a magyar nyelv. Ha a földnek ez volt az ős nyelve, amit vagy kaptunk, vagy valahol, vagy kialakítottuk, a lényeg az, hogy ez volt a föld ős nyelve, amit mi ezek szerint sokak közül mai napig őrizzük. A mai magyarok beszélik az ős nyelvet. De az írás Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, Kínában, Ausztráliában találtak rovásírásos sziklákat. Nagyon jó példa, ugye mindig mi nálunk az van, hogy az nem magyar, semmi közel magyarok. Németországban dolgoztam én, egy ottani jó ember, hogy összebarátkoztunk, és hát ő neki van egy agyaglapja, amin olyan érdekes írás van. Valahogy szóba jött a rovás írás, és én egy szót leírtam rovás benne. Szóval ez van annyira hasonlít rám, és nem tudom, hogy milyen barátja, akármilyen sok diplomás tudós, és megállapította, hogy ez valami dél-amerikai indiánoknak az írása. Ezt tudni kell azt, hogy Dél-Amerikában egyetlen indián törzse írt soha. Soha az életben. Ők csak rajzoltak. Tehát náluk csak a képírás létezett. A betűírás nem. Lázgyanús volt, azt mondtam neki, mondom, hát ha hasonlít erre, akkor hozd el ezt a 6-4 meg. Másnap már behozta a munkájára, reggel kávézásnál. De azt mondja, nézd itt az agyagtábla, tessék. És feltétlenül elém tette, hogy olvassam, mert mondom, így nem megy. Miért? Mondom, fordíts meg, ez feltétlenül van. Honnan tudom? Mondom, azért, mert ez rovás. Közönséges rovás. Méghozzá nem is a székely magyar, hanem az eredet. Ehhez tudni kell azt, hogy háromféle rovásírás létezik a mai nap. Van a magyar, van a székely, és van az eredet. Nagyon minimális az eltérés, tehát bárki valamelyiket megtanulja, bármelyiket el tudja olvasni. Egy szónál meg fog akadni, ahol a betű másképp van jelölve, másképp van rúgva. De mihelyt a következő szót elolvassa, abban a pillanatban tudni fogja, hogy az mit jelent. Tehát egyetlenül érdemes megtanulni, mind a három művet. És megfordítottam a táblát, aztán felolvastam neki. Ez semmi más, valakinek a gazdasági felszámolás. Le volt írva, hogy hány birka, hány teve és hány lopján csikó. Tehát nem felnőtt ló, hanem hány csikót kell XY-nak odaadni, vagy nem tudom, csekkel. Mert végül is törött volt a tábla, tehát nem lehetett tovább olvasni. Csak az állatok felsorolása, ez van mindegyik. Hát ez nem létezik. Hát nem tudom, milyen professzor, az nem tud elolvasni. Mert neki tanuljon meg olvasni, az állatok tudni olvasni. Hát egyszer. Annyi kiegészítés, hogy Dél-Amerikában is nem tudjuk pontosan, hogy tehát az indián
beavatottak, vagy a, tehát egy bizonyos zárt kör tudott valamiféle betűírást, ennek a befejtése jelenleg folyik, ez a Móricz kutatásnak a kapcsán már felvetődik. Próbálják megtalálni, megoldani, párhuzamokat keresni, reméljük, hogy ebbe is egy kicsit előbbre fogunk lépni. Lépjünk vissza a képzésedhez, hogy hogy történt Mongóliába, hogy készítettek fel a sámán beavatásig? Hát az úgy történt, hogy amikor megkérdezte az öreg úr, hogy egyáltalán mit akarok, nem mondtam, itt maradni, tanulni. Jó, rendben van, megbeszéljük. Mivel invitáltak a jurtába, természetes módon, abban a pillanatban kumis, lennivaló, körbe raktak, mint a bábut, és közben beszéltek is. És hát mit akarsz tanulni, miért érdekel, és mondtam, hogy engem a gyógyítás érdekel, a dob, mert én úgy olvastam, hogy ez a jószág nagyon sok mindenre képes. Ez tud gyógyítani, tud vigasztalni, de képes ölni is. Az a személy, aki tudja, hogy mi ez, és tudja használni. És ez valódi. És én ezt meg szeretném tanulni. És mondta, hogy hát ez hosszú idő. Mondtam, nekem van idő, itt maradom. Ha elfogadsz, megbeszéltük, hogy maradjon. Ilyen srác kétségbe esett, azt mondja, észnél legyél. Azt mondja, és én mit mondok, ha visszamegyek? Elmondtam, hogy te visszamész, én maradok. Észnél legyél. Én börtönbe zártam. Hát ilyen nincs. Nem mondtam, mondom, ácsi, én már közben kitaláltam. Magyar gyerek vagyok. Józsinak hívnak, és nem ülni. Nem hülyének. Hát de hogyan? Nem nagyon egyszerű. Véreltünk lovakat, mert én nagyon szeretek lovagolni. Már az egy hét alatt van idő, élvezhetem ezt a szórakozást. Mi történt? Hát sajnos az, hogy megbokrosodott a lovam, mert valamitől megijedt. Elragadott, nem tudtam megfogni. Már mégsem vagyok annyira jó lovas, amit ahogyan beállítottam, vagy neked mondtam. Én próbáltam megkeresni egész estig, de sajnos a sivatag az olyan, hogy hogyha valaki átönik, esély sincs rá, hogy megtalálni. Mondom, ne gondolkodjál, az egy jó történet, el fogják hinni, nyugodtan. Szegény másnap szépen visszavaktatott, és hát azonnal ment a rendőrségre, bejelentette, hogy a policájnál, hogy hát sajnos ez történt, menjenek, keresik meg, ő nem találta meg. Közben szél is volt, a homokban áttüntett a nyomok, nem tudott mit csinálni, ő egész éjjel engem keresett. Ugye az ottani körülmények, ugye két rendőr beült az oldalkocsis motorba, kimentek a város szélére, szerintem itt dogáltak is egy kicsit, aztán pár óra múlva visszamentek, hogy semmi nyom nincs, úgyhogy kész. Ez ennyivel el is rendezték, úgyhogy nem volt probléma. Jegyzőkönyvek, mi egymás, ugye hazatelefonálás, hogy hát sajnos a Józsi az Isten tudja, hogy mi történt vele, az átjönt. Hát a Józsi tényleg átjönt. Így aztán igazából nem is keresett nekem a kutyaset. Hozzáteszem, annyi szerencsém volt a dologban, hogy a szüleimmel tudtam tartani egy másfél-két hónap átáltével a kapcsolatot, és megengedő szerint havonta egyszer tudtam jelentkezni náluk. Tehát ők tökéletesen tisztában voltak vele, hogy én hol vagyok, én mit csinálok. És hát mivel ott maradhattam, befogadott a család, egy fél év után a fiával fogadott az ősi törvények szerint, és elkezdett tanítani. Hozzáteszem, ugyanúgy kellett dolgoznom, mint az új bátyáim, vagy a nővéreim. Tehát ugyanúgy megkaptam az én részemet, ez az én feladatom, megmutatták, megmagyarázták, és csinálni kell.
amikor a napi dolgot elvégeztük, na akkor gyere. Ők elmentek vadászni, vagy amit éppen akar, én meg szépen összekulcsoltam a két lábam, és letottyattam az öreg elé, aztán elkezdett magyarázni, elkezdett mutatni ezt hogyan, azt hogyan, ezt miért, azt miért. Gyakorlatilag a 4 évből merem azt mondani, hogy 2 évet csak velem foglalkozom. Minden áldott nap, amikor aztán már annyira megértettem a magyarázatokat, hogy úgy ítélte meg, hogy na, akkor próbáljuk meg gyakorlatban. Ő hozzá is rengetegen jártam gyógyulni. Ilyen apró cseprő napi dolgokkal, hogy fáj a hason, mit tudom én, elesett, vagy leesett a lóró, lenyúzta magát, csináljon rá neki kenőcsöt. És mindig velem, mindig mellette voltam. Mindent megmagyarázott. Elég hamar elfogadott maga a közösség is, mikor megtudták, hogy ki vagyok, mi vagyok, miért jöttem ide, és látták azt, hogy a táltossal együtt lakok. Befogadott a saját jurtáján, és állandóan a nyakába lógok, automatikusan elfogadott egyszer. Más beállítottságú emberek, egyáltalán az életvitelük is egészen más. Itt, amin az embereknek a 99,9%-a megbotránkozik, az ott abszolút természetes, és magától értető dolog. Nem mondok más. Itt, ha egy fiatal asszony fogja a csecsemőt, és leül jó időben kint a parkban, és a pici elkezd ordítani, már éhes, teljesen természetes, és a mellére teszi és szoktatja, hát még a rendőr is elviszi. Közszemérem sértésé. Holott milyen a közszemérem sértés? Ott ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy délután este fele, mikor már mindenki a jurta körül van, akkor leülnek a tűz köré, ez megy a beszélgetés. 3 újszülött van a társasa vagy a familiába, elkezd ordítani, megfogja, főbeszti az ölébe, mellére teszik, és azt mondja, hogy ugyanúgy beszélgetünk róla. Ezen a világon senki nem botránkozik meg. Sőt, ha hagyja nyüglődni a gyereket, valamelyik idősebb nő rászól. Ne nyávogtasd már, nem adjál neki enni. De láttam olyat is, hogy az adott picikkölyöknek az édesanyja éppen dolgozott benne a jurtában. Gyakorlatilag ő volt azon az délül, azon az estén az, aki a lepényt készítette az egész társaságnak. És valamiért megcsúszott, mire körbeültük a tüzet, nem volt még kész. De a pici az meg kint volt a nagyanyjánál. Ő vigyázott rá, ő dajkálta. Elkezdett óbégatni, mert éhes volt. Az unoka testvére szintén, talán 2 héttel később szült, mint ő, az ott volt ölében a saját gyereke, a nagymami, hogy rájött fel anyjának ilyen. És a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy mind a két mellén egy-egy gyerek volt. Az a kész, elmondott, mindenki, jól akar, mindenki, állam intézve. Következő az oktatás már, majd az ő éves oda a másiknak is, hogy az is jól akar. Természetes dolga, ez magától érzi. Náluk ott a vallásban ki volt a főisten? Nincsen főisten a mi vallásunkban. Ez egy, bocsánat a kifejezésért, egy abnormális kifejezés. Mi nem személyt imádunk. Mi nem vagyunk imádók. Senkit nem imádunk. Most, illetve bocsánat, saját magunkat. Azon kívül senkit sem. Tiszteljük a Földet, mert eltör bennünket. Megadjuk a tiszteletet a napnak, mert meleget ad. Tiszteljük a Holdat, mert szabályoz nagyon sok minden ciklikusan a földgolyón, ezért megadjuk a tiszteletet, de nem imádunk senkit. Létezik valahol egy teremtő, akit valóban elfogadunk, de nem tudjuk, hogy ő ki, nem tudjuk, hogy milyen. Ha ő akarja valahol, akkor megmutatja magát.
Ha nem, akkor minden marad. Őt hívjátok Tengrinek? Igen. Ő a teremtő. Ő teremtett minden, mindannyiunkat és mindent, ami a Földön. Amíg nincs más magyarázat, addig ez van. Ugye azt mondják, hogy az ős magyarok bálványimádók voltak. Könyörgöm. Ha valamilyen leletben tudnak mutatni olyan szobrot, ami személyt ábrázol konkrétan, hogy ezt imádni lehetne, hát arra én kíváncsi lennék, mert ilyen nem létezik. Beavatásodról mesélj nekünk, hogy hogy történt a sámán beavatásod? Hát az elég, hogy mondjam, egy kicsit kegyetlen dolog. Tudnék, ők mindent az ősi hit és az ősi vallás szerint csinálnak a mai nap. Egyrészt ugye bizonyos fokú tanulást vagy tudást el kell érni, amit gyakorlatban be kell bizonyítani az adott tanítónak. Tehát nálam ugye szerencsésebb közé tartoztam, mert a tátos volt a tanítom, de meg kellett mutatni, hogy én is meg tudom csinálni. Jött a illető, hogy neki most gondja van, mert két napja nem tudott elmenni nagy dologra, és hát igencsak komoly problémái vannak a hasában. És akkor a tartós rám nézett, és csak ennyit csinál. Az annyit jelentett, hogy na, mennyi, aztán nézd meg, aztán mondd meg, hogy mit csináljon. Vagy adja neki, ami rendbe hozza. És akkor pár mondatról, hogy kikérdeztem a jó ember, mit evett, hogy evett, mi történt. Aztán mondtam, hogy hát erre ilyen és ilyen jót teát kell, de sürgősen. És ugye visszanéztem a tartósra, hogy bólint, vagy így csinál. Ha így csinál, akkor jön a korbács. És aztán sajnos, de bocsánat, nem sajnos. Mai napig nem bántam. Ott egy bizonyos pont után hibázott a tanuló, akkor jött a korbács. És azt tudni kell, hogy az három áll. És a végén, a sudárban, abban olyan vékony kis fémszálacskák vannak. Azzal, ahogy megmérik az embernek a átmérőjét, hát igencsak rojtos lesz az íve, meg piros is. És nincs pardon. Mai nap sem. Tudok olyat elmondás útján, mert személyesen nem ismertem az illetőt. Magyar. Hogy került oda, meg nem tudom mondani, mert nem árulták át. Lényeg az, hogy ugyanígy, mint én, tanulni akart. És két hónap után megszületett. Azt mondta, hogy ő ezt nem vállalja. A srác útközben elmagyarázta, hogy mire számítsak. És hogy az öregnek nagyon kemény keze van, és nem enged a törvényből, egy gyógytányit sem. Hát készüljek föl rá, hogy igencsak dekorált lesz a hátam egy jó darabig. Mondtam, nézd, mondom, kibírták az előttem, akiket tanítom. Azt mondja, mindegyik volt hátosan. Mindegyik gyógyít. Akkor én is. Úgyhogy az én hátamon majdnem fát is lehet vágni, mert annyira megvan edzve. De hálával és köszönettel tartozom. Na hát szóval így mennek a gyakorlati vizsgák, és amikor ő úgy ítéli meg, hogy elértem azt a, vagy elért az illető azt a tudás szintet a gyógyításban, hogy megkaphatja a sámán címet, akkor összehív 5 tártost. Az általában egy jó hónap, mire ez úgy össze is jön, hogy egy helyre összeérnek, és akkor ő megbeszélik öten, hogy mi lesz a vizsga feladat. Kiadják gyógyítást az alapból. Eleve, ami az első, a szülés. Szülésben való segítség, hogyha szüksége van az asszony. Hozzáteszem,
ott az ülés az egyszemélyű dolog. Segítség akkor kell, hogyha a szülőnök kiszól a jurtából, hogy valaki jöjjön. Tehát a sámán jöjjön, vagy a sámán asszony. Attól függ, hogy a csapatban éppen sámán asszony van, vagy férfi a sámán. De ahhoz hívni, kérni kell. Különben egyedül rendezi meg. Bávanul, amikor úgy érzi, hogy eljött az idő, az egy külön kis jurta, semmi másra nem használják, csak ott csak gyerekek születnek. Bávanul, lerendezi a dolgot. Amikor a világra jött a csecsemő, nem siet, nem kapkod, szépen a hasára fekteti, megvárja, amíg a bébi fölmászik a melléhez, és elkezd enni. Amikor ez megtörtént, akkor elvágja a földön zsinort, tehát addig minden olyat megkap a babának a szervezete, amire még szüksége van az életben maradáshoz. Nem úgy mindig. Kirántják az asszonyba azt a szerencsétlen kölyket, aztán rögtön nyisz, már két, hadd meg. Egy csomó olyan dolgot vonnak el az újszülöttől, amit a büdös életben nem lehet pótolni. Soha. Élete végén hiányzik a szervezetében. Ezért van a sok légzésbeteg, meg hasonló ilyen jellegű betegség a gyerekek között. És ez nem pótolhat. Ezt mivel elvették az anyjától, nincs aki pótolja, nincs aki helyettesít. Na, hogyha probléma van a szüléssel, akkor kiszól, akkor meg kell menni segíteni. Tehát magyarul kellett végignéznem szüléseket, és kellett beavatkozni. Nem azért, mert szükség volt rá, hanem azért, mert a fogást tanulja. Elmagyarázta, nem? Bocsánat, ő a tátos felesége. Elmagyarázta, hogy hogy nyúlj oda, hogy fog meg a babát, vagy hogy nyissad az asszony, milyen erővel. Meg kellett tanulni. És a vizsga az egyik alapvető. Tudnélek náluk, ha egyrészt az asszony a szent is érthetetlen, tehát ott olyan, hogy jó hangulat van, mert szeretnek ők is énekelni is, meg jól érezni magukat, és mit tudom én, éppen az embernek olyan hóborgya támad, már kicsit több kumisztalát leengedni a torka, aztán koromban szól a feleségéhez. A szegény hamar ki fogja hozzadatni. A legközelebb hozzás a férfi úgy megruházza, hogy örül, hogy egyáltalán át tudja vonzolni magát valahol férfi. Nem szabad. Nincs, ilyen nincs. A nőt nem bánja. Ő ad életet. Tiszteljünk, természetesen ez visszafele is működik. Tehát ez nem azt jelenti, hogy hú, ott aztán asszonyuralomban, aztán csak azon, amit ők mondanak, nem. Tehát tiszteletet meg kell adni. És ez így normális, és így jó. Feri említette az előbb, ugye, hogy mennyi gyereknek kell lenni. Nem hivatalos, mert azt mongolok sem engedik, nem tudom megmagyarázni, hogy miért, szerintem senki a Földön. Létezik a több nemzség. Tehát az én táltosomnak, akit memnek hívok, ő az első asszonyom. De van másik kettő is. És ez teljesen természetes és normális. Hozzáteszem, nem minden férfinek van több nemzség. Csak azoknak, akiknek úgy döntenek, hogy érdemes szaporodnia. Tehát több dologban első példát mutat, példásan él, és többet tud, mint az átlag. Ott engedélyezi a tátos abban az esetben, hogyha úgy látja, hogy valóban el tudja tartani őket megfelelő módon. Őnek ki lehet akkor 4, 5, 6, 8, 9 gyerek. Hozzáteszem, nagy felelősséggel jár,
Mert ez nem csak azt jelenti, hogy hú, én vagyok a Csekor, és már nekem két csajom van. Ne. Ez kötelezi magát arra automatikusan, a törvény szerint, hogy a gyerekeit képességeinhez képest a legmagasabb szintű oktatásban részesítik. Biztosítja a számukra a legkeményebb tartósnak a tanítását, ma hozzáveszik már az iskolai tanítást. Tehát nem a pusztai iskolába fog járni az a kislány, hanem beadják a városba, a nagy iskolába, ők úgy hívják. Sokkal komolyabb oktatók vannak, és ami nekem tetszik a mongol iskola rendszerben, az életre tanítják a gyereket. Nem a hülyeségre. Nem a fölösleges dologra, amit a büdös életben soha nem fog használni. Nem az kell már magam, hanem az, hogy életre való legyen. Megtanítják arra, hogyha valamire kíváncsi vagy, hol keresd meg, hol tudsz utána nézni. Ne tanuld meg, már bolond leszel, már megmondja az ennyi maraságban. Tanuld meg azt, hogy hol találod meg a dolgot. Ha érdekel, ha szükséged van, keresd meg, hogy hol vagy. De a mindennapi dolgokra szigorúan keményen megtanítják. A nyúltásoknál a 3 éves kisgyerek egyedül lovagol. Nem tud főmászni. Visik, mint a szopós malac, amíg valamelyik felnőtt meg nem fogja, aztán rá nem csapja a lónak a hátára, aztán rácsap a fenekirhoz, aztán most kapaszkodja. Aztán Isten velem megy. És nem esik le egyszer. A világon semmi bajuk nem lesz. De 1,5 éves korában megtanítják esni. Fölgyűltetik a lóra, másik oldalon áll egy másik férfi, az innenső meglöki, természetesen szőrűli, az csúszik. Csinált, amit akar a kis ember, az repül lefele, az viszont arra vigyáz, hogy a fejét előre csapja, hogy úgy essen a földre, a homokra. Semmi baj nem lesz. Ordít. Persze, már megijed. Semmi más nem történt, de baja nincs. Ekkor az visszajutni. Nem akar, de nem ott maradsz. Amikor elbalt a sírás, újra levegik. A negyediknél érdekes módon nem sírni, hanem elkezd röhögni. Elkezd vigyorogni, nevet egyet rajta, tudjuk rájön, hogy semmi baj nem lenne. Csak az ilyenség volt. 4-5 éves gyerekek abból szórakoznak, szőri gyűlik a lovakat, addigra megtanulják a lábukkal, a sarkukkal irányítani őket, aztán egymásnak gyerek. Aztán kiesik nagyobb. Semmi baj nem lesz. Hozzáteszem az újszülöttet, nem nagy gyors visszafáltam, hogy mikor a világ hanem oda lenne a patakban, ami 0 és 4 fok között van a hőmérséklete. És érdekes módon semmi bajuk nem lesz a magának. De visítani megtanulni. Olyan hangot ad ki, hogy hú-hú. És semmi bajuk nem lesz az égvilág. Hogy jutottatok fel a beavatásnak a helyszínére? Hát az egy nagyon érdekes dolog, és roppantul veszélyes. Van egy hegy, amit a Szenthegynek titulálnak, és úgy is várnak vele. Tessék elképzelni azt, hogy egy olyan 600-700 méter ilyen meredek hegy oldal. Ott még az erke se tud megállni, az se tud fölmenni rajta. Azon létezik egy 30 és 40 centi közötti ösvény. Ha erre nézek, akkor az ólom bemerem a falba, arra nézek, ott meg 600 méterrel van az alja. És ami az érdekesebb a kis ösvényben, ezt nem lehet látni. Egyfeltétlenül. Meg kell várni, amíg följön a hold, tele holdkor, és ahogyan a hold ballag tovább. Úgy lehet ballagni az ösvény. Az világít. Ha elkésik, akkor már nem látja, hogy hova kell lépni.
100%-os esélye van, hogy ott legfeljebb. Tehát maga a barlangba jutás is, maga egy válogatás, méghozzá nagyon komoly. Egyrészt tájékozódó képessége, mert jó, nagyon szép fénye van a Dali holdnak, így mi nálunk. De amikor egy ilyen sziklára vetődik rá, akkor az sajnos nagyon homályos. Igen, oda kell figyelni, hogy hova kell lépni, hogy melyik az a szikla rész, amire léphetek. Már mellette meg lit van, úgyhogy oda nem ajánlatos lépni. És ez egy olyan, hát körülbelül olyan 250-260 méteres szakad. Ennek a belső végén ott a barlangba járunk. Abban láttam saját szememmel, illetve egy-két apróságot meg is érintettem, amit körülbelül 800-900 évvel ezelőtt helyeztek el olyan tárgyakat, olyan totem figurákat, az akkori táltosok, vagy éppen valakinek az emlékére, szüleinek az emlékére. Nagyon sok apró dolgok, és még valami, ott az aranynak nincs értéke. Az nem képvisel értéke, a szépséget képvisel. Kész. Nagyon sok ilyen, nagyon gyönyörű kidolgozások. Ja, és ez a másik ugye, hogy az ős magyarok azok vademberek voltak. Hát annyira vademberek voltak, hogy tőlük származik a gomb, tőlük származik az alsógatya. Az ötvöseik, ugye máma úgy hívjuk őket, tehát a kézműveseik világhírű alkotásokat végeztek. Az akkori technika, és ezt hangsúlyozni. Már máma készítenek számítógéppel formát, amiben beleöntik az aranyat. Gyönyörű szép lesz. De ők az mind kézzel készítenek. Én láttam olyan cizellált medált, hogy szerintem máma a legegyszerűbb számítógépen nem tudja megcsinálni azt a formát. Olyan kicsiben. És szép, gyönyörű, szabályos ember a forma. Az arc kivehető, normálisan. Majdnem fénykép szinten, aztán az egész nem nagyon, mint most egy 200 forintos, ez a fény, nyavajon. És körben rózsaminta, gyakorlatilag alig van összefüggő rész rajta. És azt mind kézzel csinálták, nem volt nagy intójuk, nem ismertek semmi ilyen jellegű dolgot, ezt kézzel művelték. Csodákat voltak képesek. Elkészíteni. És akkor három napos beavatás kezdődik. Ott ez három napig ott van az ember. Kezdődik avval, hogy ugye mielőtt elindul, előtte 12 órával lehet utoljára. És akkor is megvan, hogy mit, ami nem túl táplázó. Van egy ilyen, hát nem tudom, hogy titulálja, mint mi nálunk, ilyen kalácsszerű sütött sütemény, csak úgy magából. Az körülbelül, mint itt egy zsemle, akkor tessék elképzelni, abból előtt 12 órával az indulás előtt kettőt meg lehet enni. Ebben a táplálkozásban van. Mikor fölér, ott 24 óra teljes mínusz, se enni, se inni. Tehát még vizet sem. A barlangnak van egy olyan része, ahova letesznek egy áll, vagy le van téve egy állatbőr, Isten tudja hány száz éve, arra szépen le lehet ülni, az pont akkor, ahogy egy ember törökülésbe, vagy lótuszülésbe hívja ki, aminek akarja, le tud ülni, és ott 24 órát el lehet tölteni. Meditálni kell, végig gondolni azt, hogy mit szeretnék, végig gondolni azt, hogy mit várnak át tőlem ebbe a következő két napba, és rákoncentrálni, hogy az hivatlanul sikerüljön is. Állítólag 99%-ban eddig még sikerült mindenki.
mesteremnek köszönhetően, vagy tanítómnak köszönhetően nekem is sikerült. Végig csináltam minden feladatot, amit rám szoktak, sikeresen, tisztességesen, és akkor, hát gyakorlatilag ott van egy szertartás a végén. És itt sajnos csalódást kell okoznom sok embernek, mert ugye azt itt hangosan hangoztatják, hogy a mi vallásunkban nincsen áldozat, véráldozat. Nem igaz. Emberáldozat nincsen. Ez igaz. De véráldozat van. Tudnélik mindenkinek, minden avatott személynek, de az egyéb közember, közszemélyeknek is van totem állata, és van védő állata. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én egy tigrisen mennék a rohangászok, hanem ezek szellemi állatok. Aki teheti, meg meri, az magát is viseli. Tetoválás formájában. És ilyenkor a beavatáskor feláldozunk egy állatot. Ki mit? Tehát kinek mi a? Mi a totem állata, vagy a védő állata, vagy mi az, amit valami oknál fogva kitüntet avval áldozati állatként föláldozza. Természetesen ez nem azt jelenti, elkapom a szerencsétnek az agyon menet, hogy megfelelő módja, azt a jószágot legalább 3 napig gondozni kell, értetni kell, amennyire lehet magamhoz szelíteni, és mikor eljön az idő, akkor megfelelő módon megkérni, hogy engedje meg, hogy föláldozza. Az áldozás maga, tehát az ölés maga, az másodperc töredékéig tart. Tehát nincs az, hogy már kínozom az állatot. Gyakorlatilag mire, ha gondolkodás képes lenne az adott állat, úgy, mint mi, mire rájönne, hogy mit akarok, addigra már késő, addigra már nem én. Utána is szertartás alatt megköszönöm többször, hogy megengedte, és odaadta magát azért, hogy én megkaphassam a beavatást. Ez nagyon szigorú törvény, és nagyon szigorúan be is tartja. Másik dolog. Nagyon nagy különbség van az ölés és a gyilkolás között. Önállók a kettő, az nem ugyanaz. Ölni ölünk, mert kénytelenek vagyunk, ha nem akarunk éhe volt. Mint ez a másik mostani jelen idei őrültség, hogy az ember nem húsevő, hát micsoda. Hát ha nem húsevő vagy, akkor állítja a létre ezt a lakájéért. Kíváncsi leszek hány napig bírod ki. Marhaság. Az ember az minden evő. Mindig is evett húst. Amíg nem tudod vadászni, addig összeszedte a csimaszokat, meg a mit tudom én miket, amit meg tudod fogni, de arra a fajta fehérjére és enzimekre szüksége van a szervezetnek. Amikor megtanult vadászni, természetesen jobban élt. Hát akkor már nem csak a földön kellett turkálni, hanem lerinte azt az állatot, amit szeretett volna megenni. És náluk ez az ölés. Azért ölök, hogy enni tudjak adni a páromnak, a gyerekemnek, a nagyanyámnak, egyáltalán a közösséget fönn tudjam tartani. Az ölés, az bocsánatos meg. De csak akkor, ha megfelelő módon teszem. Tehát ott is gyakorlatilag a szertartást elvégzem. És megköszönöm, hogy föláldozta magát, hogy hagyta megölni magát. A gyilkosság az más, az nem bocsánatos. Azért nagyon kemény büntetés jár. Én ismertem a 4 év alatt egy olyan fiatalembert, akit kitagadott a közösség, a szószoros értelmében. Ezt úgy tessék érteni, hogy adnak neki egy cipót, adnak neki 2 szelet húst,
meg egy kulacs teját. Azt megmutatják, hogy arra lehet elhúzni. Soha többet, és még valami, a saját apja, aki kitakadja. És kivezeti a jurtatáborból, és közli, hogy az életbe a környék nem az. Egyedül a pusztában, a sivatagban nem lehet megjönni. Kizárólag, hogy 5 napnál tovább kibírja. Vagy öngyilkos lesz, vagy hagyja magát megölni. Egyszerűen ez a 2 dolog között választani. Nincs pardon, és nincs kegyelem. Elég kemény világ ez. A húsevéssel kapcsolatban csak annyit azért közbeszúrnék, hogy amellett, hogy a magyar ősvallásban, az Arvis urában, egyiptomi Pepi fáraó, aki Krisztus előtt 2200 körül élt, őneki van egy olyan életet meghosszabbító étkezési receptje, amivel csökkenti a húsevést. Azt mondja, hogy csak nagy ünnepeken eszünk húst, és nagyon sok zöldséget, meg stb. Ugyanúgy, mint a vegetáriánisták, amit csinálnak. Tehát ott is az van, hogy nagy ünnepeken eszünk csak húst, és ez volt a egyiptomi recept, ami átkerült később a magyarokhoz. Egyiptomi recept. Én ezt elfogadom. De hát gondolkodjunk már, a nagyanyáink hogyan éltek, a nagyszüleink? Hétközben nem volt húsevés. Vasárnap, igen. Meg az ünnepeken. Könyörgöm. Nincs ebben semmi különös. Én nem azt mondom, hogy csak az az ember, aki reggelt versik, és a húst hússal eszi. Máshogy van ilyen. De az egyének a dolga. De a húsra, illetve a húsba található enzimekre, fehérjékre, mit tudom én, ami a franc van benne, arra szüksége van az élvezetünkre. Tehát olyan, hogy nem ezek húst, az tönkreteszi saját magát. A sámán beavatásod után a képzésed nem ért véget, hanem utána megkaptad ugyanott a tátos beavatást is. Mennyibe különbözött el, mennyibe tért? Hát 2,5 évvel később történt, amikor már Tibetből visszajöttem, az akkor történt meg. Ott egy 1,5 évet töltöttem szerencsésen Tibetbe. Először menjünk végig a tátos beavatásra, és utána átérnénk a tibeti dolgokra. Hát az keményen, tudnélik, ott már abból is vizsgázni kell, hogy tud egy közösséget elvezetni. Tehát ott szituációs játék, nem tudom másképp titulálni. Nemrégen itt is hallottam ilyen, hát vizsgaszerű valami, de egy kimondottan szituációs játék. Tehát el kell képzelni, fölállítanak egy aránylag lehetetlen helyzetet, mondjuk azt, hogy homokvihar volt, kitört a pánika jurtatáborba, az állatok szanaszét mentek, és gyakorlatilag a tártos nem csak gyógyítással foglalkozik, hanem a csoportnak a vezetője. Tehát amikor gond van, akkor ő az, aki azt mondja, hogy emberek, állj! Nem üvöltözünk ide háborodottak, hanem gondolkodunk. Mi történt ez? Akkor ezt így lehet megoldani. Te, mész arrafele, keresed a jószágot. Ti ketten meg mentek arrafele, vagy ti hatan mentek arrafele, azt keresitek azt a 3 fölket, amelyik eltűnt. Nem rohangászok össze-vissza, mint a háborodottak, hanem mindenki. Mindenkire azt a feladatot szabja, amivel szerinte a legügyesebb. És nincs vita. Miért én? Azért, mert azt mondtam. Indulás. Hozzáteszem, nincs ilyen kérdés. Tehát az eszébe nem jut valakinek visszakérdezni a tartosnak, hogy most miért én menjek oda? Tartos azt mondta, kész. Fordulok, aztán menjek milliómban. A tartos beavatásod ugyanabban a barlangban történt? Ugyanott történik. És hány napon keresztül? Ugyanott történik. Hát az első az 5 nap, a következő pedig 10 nap. Tehát ott keménybe ütök. Tehát a sámán beavatás volt 3 nap, igen. És akkor tártos volt egyszerű? Az egy kettős dolog, 5 nappal indul, és 10 nappal zárul. Tehát a beavatás után, a konkrét szertartás
az a 5 nap utáni második nap, tehát a hetedik napon, akkor így mondom, a hetedik napon történik. Hány napot meg, vagy egyedül a barlangban? Gyakorlatilag az 5 napot is, meg a 10 napból a szertartás napja kivételével mindent. Tehát azért a barlangot úgy kell elképzelni, hogy nincs teljesen egyedül, mert egy pár, akár több száz éves múmia társaságában vagyok. Hát természetesen ott a... Igen, bocsánat, én az én számomra természetes. Megfelelő módon felöltöztetve természetesen, és megfelelő felszerelésekkel ellátva, hogy valóban hát több száz éves, 600-700-800 éves múmiák, tehát valamikori vezetők ott nyugszanak. Én láttam közöttük kettő olyat, amire az egyikre egyértelműen azt mondta az én tartosom, hogy az 600 éves, 601-2 éves. Az úgy nézett ki az a hölgy, tartos asszony volt, mintha aludna. Abszolút. Bevallom őszintén, talán nem hallja, én hozzá is értem. Az arcához hozzáértem egy ujjal. És majdnem olyan volt, mint amikor a háromhoz hozzáérjük. Nem kemény, nem száraz, teljesen normális érintés. És mondom, egy az egyben úgy nézett ki, mint a halomban. Az 5 nap során ott este a fizikai ott léted mellett tudsz-e velük, vagy kellett-e velük, vagy lehetett-e velük, vagy történt-e szellemi kapcsolat? Hogy? Kivétel nélkül mindegy. Megfelelő napon jelentkezik, kérdéseket tesz fel, és ha nem tudsz válaszolni, akkor azt nem csak te tudod, hogy a válasz milyen volt, hanem oda nem is tudják. És amikor visszalemész, akkor azért a nem tudásért a büntetés megjár. Arról nem beszélve, hogy eleve, hogyha az első beszélgetéseknél hibát követsz el, tehát nem tudsz válaszolni, akkor nem történik meg a beoltás. Mert akkor hiányos a tudásod, egyszerűen nem vagy alkalmas még arra, hogy tartós legyél, hogy egy csoportot vezessél, hogy felelősséggel tudjál tartozni a 3 napos tetemőtől a 160 éves nagymamáig. Ez a másik dolog egyébként, ami számomra nagyon is vonzó, hogy ott a 74 éves hölgy, az bejelenti a familiának, hogy ő most szülni fog egy gyereket. Meg fogja szülni a 16. gyerekét. 74 éves korában. Hozzáteszem, amikor egyértelmű, hogy állapotos, akkor fölül a kedvenc lovára, azt elmegy a szomszéd Jurda-táborba, ellovagol, hogy elviságolj, ha mit tudom én, hányadik unokatestvéreinek, hogy lesz kis ember, lehet jönni ünnepelni, majd üzenni. 74 éves. Hozzáteszem a tartosom, 140, igen, az ide. Lesz a 140-en. Tölti, lovagol, vadászik. 6 unokáját és 4 unokáját tanítja. És ebben a tanításban bele kell érteni a vadászatot is. Az állatokkal való foglalkozás, a nyomolvasást, mert másképp ott a vadászat nem úgy működik, mint itt, hogy fölülünk a 6 millió vagy a 30 milliós jeepnek a tetejére, aztán hogy háborodottak lövünk mindenre, ami mozog, hanem ott elhatározzuk, hogy miért megyünk vadászni. Akkor megyünk vadászni, amikor üres a szállító. Aztán a nem szól, hogy Ékás, nem lesz csődhús,
Nincs. Akkor megyünk oda azt. Visszatérve a beadatáshoz, tehát egy révült állapotban, vagy gyakorlatilag egy meditatív, egy mély meditáns állapotban, és szellemi úton beszélgetsz ősökkel, és... Feri, ez olyan furcsa az én számomra, hogy azt mondja, hogy szellemi úton. Ez, aki benne él ebben, és megtanulja, hozzáteszem, ez tanulható. Bárki képes kapcsolatot teremteni az őseivel. Vagy a volt barátjával, vagy mit tudom én kíván, akivel akar. Ezt meg lehet tanulni. Ez semmi különleges, semmi... Itt úgy állítják, ez nagy... Jézus Mária, hát ez beszélj a szellemekkel. És te is beszélhetsz vele. Tanulj meg, hogyan tenni. Az neki egy hónap alatt meg lehet tanulni. Ez annó még ott van a pesti életemben valakit így leteremtettem, mondom, ne beszélj már hülyeséget, gyere, aztán megtanítanak. Na, erre kíváncsi leszek. Egy hét múlva társalkott, ha két évvel előtte meghalt édesanyjával, mondom, hülye gyerek, most már megérted, csebe semmi különleges. Azért, mert a fizikai test elmegy, azért a szellem nem megy, az nem hal meg. Illetve, bocsánat, van, amikor az is meghal. Mert olyat tett, hogy nem érdemli meg azt, hogy tovább van. Az teljesen meg tud létezni. Az is létezik, hogy ezek a szellemek újra is születnek? Természetesen. Ittan, ahányan ülünk ebben a kis helyiségben. Én sajnos senkit nem látok olyat, aki először van ezen a földön. Egyikőjük sem. Sokszor jártak már. Minden. Ha megtanulják azt, hogy az elhunyt anyukával, apukával hogy kell beszélgetni, mert hangsúlyozom, meg lehet tanulni, és létezik, akkor sajnos az is ki fog derülni, hogy hányadszor vannak itt. De más mondom. Az is ki fog derülni, hogy mikor mit csináltak. Mikor volt az, hogy helye-bánye? Azt nagyon nem kellett volna. De az is elképzelhető, hogy rokon lelkek, akik valamikor egy korban együtt éltek, azok egy újabb korban ismét közösen születnek, tehát egy időben. Sőt, létezik olyan, hogy visszajöttek mind a ketten, megkapták a lehetőséget. És a felesége lesz a hat, minek titulálja, 6 évettel ezelőtti gyerek. Nincs vérfertőzés, a témet is nehetség. Mert közben annyi pár, tehát annyi gén frissülés volt, hogy teljesen normális és egészséges szabadban lesz. Furcsa szituáció, de aki meg tudja élni ezt, meg is tudja érteni, és egyáltalán nem zavarja. Elő tudnak jönni olyan dolgok, ami hogyha a mai számításaink alapján 200 évvel ezelőtti dolog, és vissza tud emlékezni, és előjön, és meg tud keresni olyan helyeket, ahol 130-140 évvel ezelőtt járt, és ott csinált valamit, és ma vissza tud menni, minden vezető nélkül oda tud találni olyan helyre, ahol a mai jelen életében, a büdös életben, a környéken se járt. És ez nem úgy értem, hogy szomszéd faluban, vagy mit tudom én, az Alföldön, hanem kimegy Franciaországba, és a legáldugottabb helyen
minden vezető, minden segítség nélkül el tud menni egy olyan házhoz, ahol valamikor történt valami olyan esemény velem, ami emlékezetes. A tártos beavatásod 5. napja után hogy folytatódik tovább, amikor följönnek a beavatóid, akkor mi történik? Hát akkor megtörténik szintén az a szigorított vizsga, ami, hogyha teljesen sikeres, akkor gratulálnak, akkor bizonyos jelvényeket, tehát medált, ilyesmit, amit csak a tártos hordhat, illetve akkor a fejére teszik a tártos süveget. Az semmi másban nem különbözik egy normális magyar süvegtől, csak abba, hogy a csúcsán nem lószőr van, vagy valamilyen toll van, hanem egy fém kütyű. Az a tartós üveg. Azt különbözteti ki meg a többiektől. De emellett még történik egy ősi beavatás is, ami a testnek a megsértésével. Igen. Mindenki kipérésez belőle. Igen, hát az egy kicsit keményebb. Tulajdonképpen akkor a tártos ajándékhoz kap az illető nagyon szép míves tőrt. De az betűzik a mellébe. Úgy lesz a lövé. Nem bal vele senki se. Ez egyben egy vizsga is, mert a testnek való uralkodást is meg kell tanulni. És az az elejétől fogva tanítják a mester. Tehát a testemnek úgy kell viselkedni, ahogy én akarom. Én előttem táncolhat 36 sarcsőz, ami nem most, hanem olyan 25-30 éves fiatalember, 77 mesztelen gyönyörűbb nő ott lebzselyen körülötte, és neki nem szabad reagálni rá. Meg lehet tanulni. Ez a gyógyításnak az alapja. Mivel nem azt nézzük, hogy kifekült fel az asztalra, mivel a masszírozás, ez szintén a gyógyításnak egy része, amit tanulnak, tanítanak, én magam is megtanultam mongol masszázsát. Azt, hogy nem egy mesztelennő fekszik az asztalon, hanem egy olyan ember, aki azért jön, mert kínkeservei vannak, és azt akarja, hogy gyógyítsam. Hogy ne húzza a lábát maga után, hanem tudjon az unokáim utánzom. Mindegy, hogy úgy nézni. Nincs jelentőség. Ez egy betegem. És azt várja tőlem, hogy én segítsek rajta, hogy én gyógyítsam meg. Azt mesélted, hogy már eleve olyan ruhát kapsz az 5 nap után, ahol megvannak a helyek, ahol meg fognak a tőrrel sérteni. A helyeket meg lehet mutatni, hogy hol van? Nem, csak itt van, ahogy nem. Itt van egy, a szív mellett hangsúlyozom, tehát ez nem szívszúrás, hanem a szív mellé mögében a tőt. Aztán van itt jobb oldalt, bal oldalt, hasonlat. Ott történik két, hát az inkább csak karcolás, mint váltás. Aztán a hátára rajzolnak egy keresztet, a hát a közepére, ami természetesen nem olyan, mint a katolikus kereszt, mert egyenlőszakú. Hogyha hölgy, akkor szegény még egy karikát is kap köréje. Tehát ha hölgy tártosoknál még, az még plusz. És ilyenkor még nincs vége a dolognak, hanem ezekben a sebekben bele masszíroznak. Egy bizonyos fajta kerekcseveréket, egy pillanat, ezeknek a sebeknek nem szabad vérezni. Tehát itt az első dolog, hogy ezeket mind belerajzolják a jó emberbe, de vérnek nem szabad ki. Piros lehet a vágás, tehát piros szín, de vércsepp nem jöhet. Tehát arra rá kell koncentrálni, amikor megáll előttem tőlem, akkor én már
teljesen olyan állapotban vagyok, hogy azt várom, hogy na, szúrjál már, vágjál már. És az nem okoz fájdalmat, és nincs vérzés. Ez ugyanaz, én azért akartam följutni Tibetbe, és hálás vagyok életem végéig, hogy megtehettem, tehát fölvittek. Megállzunk, mert esik az eső. És akkor mi van? Üljél le, szállíts meg a hátadat az ingét. Meglátjuk. Gyönyörű, szépen fáradok. És megszállok. Rajta megállzunk. Igen, és akkor áttértünk Tibetbe, ahol hát nem hivatalos úton, de átkerültél Tibetre. Azt már nem is kérdezem, mert úgysem mondják, nekem sem mondtál, hogy melyik kolostorba került. A lényeg az, hogy egy nagyon, nagyon magasan lévő, 6000 méter magasan méter fölötti kolostorba került egy fél évre, és ott elsősorban a továbbképzésed, mai szóval, a rezgéseknek a tudományába az elmélyülés volt. Mit lehet érzékelni, és mire lehet használni? És ezért tud ez a bizonyos jószág annyi mindent. Mert rezgést, bocsánat ki magában, rezgéssel lehet gyógyítani, rezgéssel lehet fizikai munkát végezni, rezgéssel lehet ölni. Nagyon érdekes dolog. Én saját szememmel láttam azt, amit annó könyvben olvastam, ezt úgy voltam vele, hogy na jó van, hát azért egy kis mesélbe is belettél. Nem mesél. Tessék elképzelni egy monolitot, amit 15 méter széles, hát mint így, ahogyan ülnek most. Egy ekkora kő bazalt tömböt, de ahogy a plafonig érő. Ekkora kockát. Ez van körülbelül olyan 3000 méteren magasságban egy meter. Ezt föl kell tenni 4000 méter fölé, mert ott épül a kolostor. És ezt a monolitot a jelenlegi technika mellett nem fogják tudni megemelni. Nem úgy oda fölvinni, megemelni sem. Mert az olyan darut kell építeni, hogy egyszerűen nincs értelme. Mert a darunak a felépítése körülbelül 30-szor annyiba kerül, mint amennyit az a monolit ér. Érdekes módon három ember 1000 méterrel följebb föl tudja tenni, úgyhogy nem ér hozzá az ujja. Három kürt kell hozzá. Meg a kürtnek a rövidebb, a vékonyabbik végére három olyan szerzetes, aki tud hangot kicsiholni azokból a kürtökből. Megfelelő módon, megfelelő rezgésszámmal a monolit egyszerűen elkezd mozogni. Irányítani lehet, hogy mennyire menjen föl, mennyire jobbra, mennyire balra. Tehát működik ez a dolog. Egy-egy ilyen kürt az mekkora? A legnagyobb az 28 méter 64 cm hosszú. A kürt része, tehát a legnagyobb átmérője, az a vége, az, hát én simán bele tudok állni. Gond nélkül. És egy körülbelül másfél-két lépést tudok tenni benne. Akkor már eléri a fejem a felső felé. Azt, amikor beállítják az adott helyre, ahol dolgozni kell vele, azt általában 5-6-an viszik. Mert olyan súlya van. Megfelelő módon ugye képeznek, hányan belehelyezik, és a másik végén, a vékonyabbik végén, hozzáteszem, az körülbelül egy ilyen maximum 10 centi átmérőjű. Hát annyira le van szökítve, le van faragva. És az szerzetes ott kezd el benne dudolni, meg megfelelő hanghullámokat belebocsátani. Felállítanak három kürtöt, és akkor hogy történik a kőnek az irányítása? Gondoltam. Nem tudom,
tudom másképp fogalmazni. Tehát gyakorlatilag, amikor egy bizonyos vezérszámot elér a három kőnek a kiadott hangja, a kő maga megmozdul. Először annyi a mozgás, hogy észre lehet venni, hogy billeg egy kicsit, mintha földrengés lenne. Nem látszik, hogy elemelkedett a földön, csak így elkezd billegni. És akkor nagyon lassan elkezd emelkedni. Na, akkor van egy negyedik szerzetes, aki irányít. Ő úgy áll, hogy a három kürtnek a rezgési központjában. Tehát gyakorlatilag az ő teste az a teljes folyamat alatt, rezgés alatt van. Gyakorlatilag, hogyha valaki hozzáadjulna, tehát így fizikálisan megfogna, bárhol, abban a pillanatban összeesne és meghal. Tehát közelében nem szabad menni, nem úgy hozzáérni. Mindaddig, amíg a folyamatot be nem fejezni. Amikor a nagyobb monolita helyére kerül, akkor lassan, szépen abba hagyják a kőnek ujjását, és ahogyan csendesül el, ahogyan lassul le az üte, az a nyomorultat középen, látszik, hogy nem tudom másképp fogalni, visszatér az életbe. És egy kis idő után elkezd mozogni, aztán szépen félre lesétál, leül, és általában 6-8 órát azon a szent helyébe marad. Több kőnek az emelését is láttad? Igen. Gyakorlatilag egy nagyon régi kolostor, ami már elhagyott volt, Isten tudja mióta, azt helyrehozták, mert a főláma kitalálta, hogy 6 kolostorból veszel lámákat, és ezt a kolostort valamilyen oknál fogva újra beüzemelni. És hát romos állapotban volt a szószoros értelmében, és azt teljesen rendbe hozták. Egyik ilyen kőemelésnél volt egy kis baleseted is. Igen. Hozzáteszem, nem tudtam azt, hogy meddig szabad menni. Tehát látványnak gyönyörűek ezek a kürtök, mert ki van festve, van faragva, van kívül. Tehát jelenetek, komplet jelenetek vannak belefaragva, és azok ki vannak festve. És úgy döntem vele, hogy hát én naívan azt hittem, hogy hát még csak úgy gyakorolnak, hogy elérjék azt a szintet. A fészkes figyfenét, ők már keményen benne voltak az egész folyamatban, és én beleléptem a rezgés vonalba. Na hát azt nem kívánok még az ellenségemnek se. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy mondjuk itt ez a zsinór, így léptem egyet, és abban a pillanatban körülbelül a 2-2,5 méter magasan volt a levegőben. Úgy lenéztem, hogy hely van, és a következő pillanatban úgy nekivágottam a sziklafalban, ami tőle 30 méterre, hogy azt hittem, hogy föl is kerülni, ezt a büdös életben jövök le. Gyakorlatilag a rezgés úgy, ahogyan volt, fölkapott és a falhoz csapott. Szerencsétlen irányító, nem tehetett ő róla, mert ő koncentrált a maga dolgára. Csak az pont úgy jött ki, hogy én beleléptem a vonalába, ami a sziklát nézte. Én is megnéztem a sziklát. Csak nem úgy, ahogy szerettem volna. Úgyhogy te ezt a löpködős játékot szintén meg lehet tanulni. Nem kell hozzá nagy kürt, nem kellenek hozzá lámák, meg lehet tanulni. Praktikus célokra is használtátok? Hogyne, természetesen. Ezzel lehet közlekedni olyan helyen, ahol egyébként veszélyes lenne a földön járni, mert olyan sűrű a adott helyen a mérges kígyó állomány, mert éppen párzási idő van, és akkor igencsak ajánlatos messze elkerülni azt a részt, mert garantálta percek alatti halál, de mégis keresztül kell menni, mert olyan feladatot kapott, hogy
hogy a túloldalra, ha oda kell menni, akkor lehet használni azt a technikát. És akkor kégyó, ott nem ficalkornak nyugodtan. És amikor az élelemadagot és aki szállítja, azt fölemeli? Hát az a másik, ami igazán értelmes dolog, hogy tessék elképzelni azt, hogy az a kolostor, ahol én hál' Istennek járhattam, az év 6 hónapjában megközelíthető. Másik 6 hónapban nem. Egyszerűen fizikálisan lehetetlenség odajön. Na de a fönnélő azért néha ennyi is szeretnének. Akkor használjuk ezt a technikát. Megadott helyen össze van pakolva, megfelelő módon, megfelelő bőrökben, stabilan összekötve, és akkor megkérik azt a csomagot, hogy na légy szíves, bollogjál fel, azt majd a főláma elrendezi, hogy melyik ilyen ez a benne lévő fogóba. Sőt, még be is lehet szállni mellé, ugye? Be, igen. A csomag, ember együtt emelkedik föl. Lehet liftes játszani. Az érdekes módon körülöttem egy semmi nincs. Csak a levegő. Szóval nagyszerű... Csodálatos élmény, csodálatos dolog, de felelősséggel is jár, mert nem mindegy, hogy kinek tanítjuk meg, és mire használják. Mert mint minden, ezt is lehet rosszul használni. Szóval nagyszerű, amit elkezdtem az előbb ebben az, hogy erről sokat olvastunk, meg láttuk, de most az van közöttünk, ő van közöttünk, aki ezt megérte és végigcsinált, és nekünk elmeséli, mint semmilyen tapasztalatos. Abszolút fantasztikus, de igazunk van, hogy nem szabad, hogy mindenki tudja. Mert elég egy rossz nap, egy düh, amit holnap abszolút megbánunk. De mivel ismeri a technikát, dühébe alkalmazza, és olyan kárt okoz a másiknak, ami helyre hozhatnak. Tessék elképzelni, egyszerű, igazi mai példa, ülsz az autódba, mész a forgalom, és mit tudom én, beszóltál valami olyat, mondtál, hogy milyen lett a fejem. És én azt mondom, hogy akkor most blokkoljál le. És megáll az autó. És azon a szemhelyén leblokkol. Meg tudom csinálni. Képzeld el, hogy mögöttem egy két kamió jön. Hát igen, ez volt az őstudásnak. Azért ilyen csúnyát gorombát mondtam, hogy érzékelni lehessen, hogy ez nem gyerekjár. Ezek a dolgok fantasztikusak, de nagyon óvatosan kell velük várni. Én két évig jártam Szombathelyre, minden második héten dobolni, meg úgymond tanítani, amit én is. Ez miért se, nem lett belőle semmi. Lényeg az, hogy többen voltak a társaságban. Na, Józsi bácsi, ne ez! Jó, dalolunk, meg izé, meg ez nagyon szép, meg nagyon jó, de azt tanít meg, hogyan tudom. Ugyanúgy a bosszút állítani. Ne. Azt nem. Azt tanulj meg, hogy hogyan tudsz magadon segíteni, mikor fáj a feje, mikor fejgörcsöd van, akkor ez a hülye tablettát vett be, hanem vett elő a dolgodat, ha már egyszer van. Azt tanulj meg. Azt a 3 percben a kutya vajon se vett. Azt tanulj meg, hogy a szomszéd kutyája vonyi, nem tudsz aludni tőle, akkor vett elő a dobot, aztán 5 percig dobolja. Te megnyugszol, elmúlik az idegességet, meg ez a szerencsétlen józán is megnyugszik, az elmegy a francba, ledöblik alul. Hát igen, ez volt az a nagyon fontos őstudás, ami a fekete meg a fehér mágusok valamikor ketté váltak, és sajnos a megelőző civilizáció elpusztította önmagát, és ennek töredékeit tudjuk, de hát látjuk, az elég sok mindent tudunk belőle. Egy picit most hagynának pihenni. Köszönöm. Ezt körülbelül 1 órára tervezték ezt a részt. És akkor Csengét kérdezném, hogy kapcsolódtál bele, milyen volt a te utad, hogy a magyar őstörténettel kezdtél foglalkozni, és az egész
tudást átvetted, kitől tanultad meg, hogy kezdted el? Hát ott kezdem el, hogy én már gyerekkorom óta foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, hogy mégis miért történik az, ami történik. Mindenre feltettem ezt a kérdést, hogy de miért? És sok minden a kezem ügyébe került, de hát mindent megtaláltam, csak azt nem, amit kellett volna. És kaptam egy jó pár pofont, jó nagyokat. Aztán bejártam az országot is, külföldön is voltam. Aztán, hát hogy nem egyszer csak megszerettem volna gyógyulni, mert voltak olyan problémáim, és kerestem erre embereket. És volt egy közös ismerősünk, aki említette azt, hogy hát, hogy ő most jár egy sámán bácsihoz, akkor még bácsi volt. És mondtam, hogy okvetlenül ismertessen össze velem, mert én ezt szeretném megtudni, hogy egy kicsoda. És hát meg az első találkozáskor látszódott, hogy nem először találkozunk. És tulajdonképpen tőle kértem segítséget először, és ebből az lett, hogy elkezdtem tőle tanulni. És a magyar őstörténetet, a konkrét, az igazi őstörténetet így tőle tanultam meg. És hát mind a mai napig tanulom, ennek eléggé messze van a vége. Viszont abban nagyon jó ez, hogy nem csak azt, hanem a gyógyítás részét is sikerült tanulni. És ezt nem csak magamon, hanem másokon is tudom gyakorolni. És el tudom mondani, hogy mindenből meg lehet gyógyulni, hogyha igazán akarja az ember. Meg a legsötétebb bugyorból is ki lehet jönni. Te is meditálsz. Milyen az a meditáció, amit te alakítottál, vagy tanultál meg? Tehát milyen a te meditációd? Hát én ezt anno 15 éves koromban kezdtem el, amikor édesanyámnak a javaslata miatt egy agykontroll tanfolyamra elkerültem. És onnantól datálom azt, hogy a meditációt hogyan kezdtem el tanulni. Viszont ez nem mindig sikerült. Mert hát egyáltalán mi a célja az, hogy megnyugodjunk, vagy meggyógyuljunk, bármi. És nagyon sok rossz irányba el lehet ezzel menni. Ugye nagyon sokfélét találni az interneten is, illetve a szájhagyomány útján olyan javaslatok vannak, amik nem igazán segítenek. Az én meditációm, ami jelenleg segít, az egészen egyszerűen az, hogy arra koncentrálni, hogy ne gondolkodjak. Légzés technikát használsz hozzá valamit? Jelenleg nem, ezt én is tanulom, de ez az a legfontosabb, hogy megtanuljunk úgymond úgy uralkodni az egónkon, hogy ez ne dobálja be ezeket a felesleges dolgokat, például mi napi szinten történik velünk, és akkor el tudunk jutni olyan dolgokhoz, amik nagyon meg tudnak lepni. Tehát gyakorlatilag az öt érzékszervet amennyire lehet kizárod, vagy teljesen kizárod, és a gondolatokat megszüntetett, tehát megpróbálsz gyakorlatilag? Igen. Egy tudatos figyelmi állapotba kerülök olyankor. Mire figyelsz? Ez az, hogy kitágítom magát a figyelmemet, de nem figyelek semmire, és mégis mindenre. Tudatos leszek az egész. Én valóra így tudnám megfogalmazni. Ez egy hihetetlen nehéz állapot, ugye többen próbáljuk, hogy azt a belső kiüresedett semmit, ami gyakorlatilag kapcsolatban lép, vagy egy a mindenséggel, ezt megtalálni, valahogy elérni. És ez ad valami csodálatos olyan energiát, ami a teljességet adja. Hát az egy jó segítség lehet ilyenkor, hogy jelentsék magukban, hogy nem akarok kontrollálni semmit. Nem én akarok irányítani, és kérek el segítséget, mert mindenkinek van segítője, nem is egy. És meg lehet őket kérni. Arra is meg lehet kérni, illetve érdemes ilyenkor
azt is kihangsúlyozni, hogy csak a segítőim jöhetnek ilyenkor, hogy semmilyen negatív energia ne tudjon közel férkőzni. Mert ugye vannak, akik erre várnak. Tehát akkor teljesen természetes neked az, hogy egy csomó tudatos entitás itt van körülöttünk, van, akik segítenek minket, van, akik esetleg gátolnának. Így van. Mindig arra kell figyelni, arra kell koncentrálni, ahogy József is említette, föl lehet venni a kapcsolatot az ősökkel, segítőkkel, és meg lehet őket kérni, hogy az, ami nem kívánatos, azt is tartsák távol tőlünk. Ami nekem nem jó, amire nincs szükségem, azt távolszom. Tudnak tanítást átadni ilyenkor? Csak azt tudnak átadni. És igaz az a mondás, hogy ha kéred, akkor megadatik. Mindig tudni kell, hogy mit szeretnél, és arra kérd a segítséget. Nyilván nem arra kell kérni, hogy én most milliómban szeretnék lenni, hanem hogyha gondolkozok egy problémán, amit nem tudok megoldani egyedül, hogy fáj valami, akkor arra kérem a segítséget, és meg fogod kapni. Most szellemi entitásokról beszéltünk. Beléphetnek ebbe a körbe olyanok, akik testtel rendelkező entitások, akik már gyakorlatilag egy másik civilizációnak a tudatos lényei? Beléphetnek, viszont arra is figyelnek a segítőit, hogy ezért olyanok keressenek meg, aki a te javadat szolgálja. De erre mindig fel kell készülni. Érdemes tudatosan lenni nap mint nap, nem csak akkor, amikor leülsz meditálni, de nap elején is kérni, hogy olyanok legyenek körülötted, akik a mindennapjaidat segítik. És nem feltétlenül azzal kell kezdeni, hogy én nem tudom, melyik univerzumból akarok valakivel beszélgetni, mert azt kell megoldani, ami itt, jelen pillanatban van. Mert azért vagyunk itt, hogy ezeket megoldjuk, és nem tudom, hogy hatodik bolygó problémáját kell nekünk a nyakunkra venni. Vannak állandó kapcsolataid? Igen, vannak. Több? Igen. Konkrét esetet tudsz mondani, nem megnevező, hogy ki az a kapcsolat, csak ami különösen érdekes volt valamiért neked a kapcsolat miatt. Hát amikor elkezdtem tanulni, akkor olyan érdekes fizikai érzetek jelentek meg bennem, ami igazából fájdalmas. Hát olyan fizikai fájdalom és leveltség van ilyenkor, amikor az energiákhoz úgymond szoktatnak hozzá, ami először ijesztő is lehet, de nyilván meg van magyarázva, hogy figyelj, de ez még edződni kell, majd elmúlik. Ez érdekes volt, de ilyen fantasztikus dolgot, hogy leesnek a poharak, vagy valami ilyesmi nincsen. De ők nem azok. Mindazt, amit tudsz, és amit majd kezdtek, és ez a következő, amit majd kezdtek most kialakítani, a modern gyógyászatban hogy lehet alkalmazni? Abból a szempontból jó dolognak tartom az orvosokat, hogy vannak olyan dolgok, amiket csak ők tudnak megállapítani. Nyilván mi sem vagyunk mindentudók, sem szupermenek röntgenszemmel, valamit meg lehet könnyen állapítani, de valamit nem. És ehhez szükséges, hogy ők legyenek, illetve amikor elkerülhetetlen egy műtét, akkor nyilvánvalóan az is kell. Neked olyan orvosok kellenek, hogy nyitottak legyenek az alternatív dolgokra, amik nem alternatívák igazából. Az volt mindig is a normális, csak most egy kicsit el van feltűrve minden. Tehát az teljesen normális ma, hogyha valaki elmegy az orvoshoz, hogy megvizsgáltatja magát, és mellette párhuzamosan esetleg hozzátok fordul, vagy gyógyítókhoz fordul, és a kettőt megpróbálja úgy összehangolni magába, hogy neki működjön. Igen, így van. Nyilván nem kell semmit sem készpénznek venni, mert mindent meg kell vizsgálni, mert az, hogy valaki természetgyógyászattal, vagy energiagyógyászattal foglalkozik, ez nem jelenti azt, hogy ő mindent tud, mindenhez ért. Ő is mondhatja azt, hogy figyelj ide, kérdezzük meg a harmadikat, ő lehet, hogy jobban tudja.
Te is a csakrákkal, meg ezeknek az ismerete, ez gondolom alap ebbe a természetben. Ez alap dolog, viszont én nem foglalkozom úgy tudatosan velük, mert nem feltétlenül szükséges. Ugye az embernek az energiarendszerét, hogyha valaki például szeretné magát gyógyítani, és vegyünk egy gyomorfájást, akkor azt el tudja képzelni, hogy nem a csakráját kezdi el tisztítani, hanem mondjuk elképzelő, hogy van ott egy fekete folt, ami elképzi azt. És megfogja, kér hozzá segítséget természetesen, és az úrmond szellem kezével, hogy értető legyen, ezt kivezeti magából. És maga elé képzel egy tűzrakást, egy mágiát, és megkéri, hogy égesse el, hogy szűnjön meg ez a fájdalom. Utána pedig azt is láthatja, hogy ez feltöltődik gyógyító fehér fénnyel. De mindenki meg tudja csinálni, ez nem nagy ördöngőség. Ez valahol itt kezdődik, nem feltétlenül a csakrákkal. Kérdés meg közben jeleztem, hogy te is mondani akarsz, de mind a kettőtök köz láttok aurát? Én nem látok aurát. Én az adott személynek a gondolatait látom. Ez is olyan dolog egyébként, szintén megtanulható. Csak az Istenben sem megtanulunk mindent. Aki nem akar szenvedni, az nagy évbe kerüljön. A belátás, másikba való belátást. Tessék elképzelni azt, hogy sétálok az utcán, mert jó idő van, és végre megtehetem, mert nem jön senki se. Pihenek egy kicsit egy jó sétában. És jön szembe velem egy régi, nagyon régi és igazi barátomnak a kislánya. Aki egy 12-13 éves, gyönyörű szép kicsi van. És ma messziről érzékelem, mert születésétől fogva ismerem, tehát a rezgése már akkor jelez, amikor nem is láttam még a szememmel, de tudom, hogy mindjárt előbukkanik valahol. És amikor így ránézek, mint most rád, és megfelelő közelségbe érünk egymáshoz, akkor látom azt, hogy egy olyan csúnya dolog van benne, és az a csúnya dolog, az maximum 3 évet ad. Aztán 12 éves, meg 13. És azt is tudom, hogy meg tudnám gyógyítani. Ki tudnám takarítani velünk azt a csúnya dolgot. És még csak nem is szól. Addig, amíg ő nem jön, Józsi bácsi, itt nagyon fáj, csinálják. Addig semmi. Nem mondhatom meg az anyjának, az apjának, készüljetek föl, mert el fog menni. Mert olyan büntetést kapok érte, hogy én kevegében. Amíg nem kéri, addig nem adnak. Hiába látom, hiába tudom, hogy mit kéne csinálni. Hiába tudom, hogy egy hónapon belül én sportolom, csinálom belőle. Mert még azt is meg tudnám tenni. Amíg nem kéri, addig nem létezik. De én vannak. És ott meg kell tartani. És hol lesz. Egy idegenben szemben, jó, amíg látom, amíg, hát sajnálom szegény, de hát ez az, aki megérni. És hát én is vagyok tovább, hogy ő is. De egy olyan, akiről tudom, hogy kicsoda. Tehát gyakorlatilag valamilyen úgy mondom, kötődünk hozzá, vagy kötődünk egymáshoz. És nem tudok mit csinálni, nem tudom segíteni, mert nem kérjük, nem is tudom. Tessék elképzelni azt, hogy közeli rokonom. És látom azt, hogy egy eléggé elindult már rákkal rendelkezik.
És nem mondhatod neki azt, hogy te aranycsillagom, hónap túl ide a képedet, ezt elkezdjük a kezelést. Mert vagy azt mondja, hogy hülye vagy, nincs nekem semmi bajom, hogy hol állna én. És még valami. Elkezdem a kezelését, és nem lesz eredmény. Amit egy olyan betegnél, aki jött, hogy Józsi, ezt mondta a doki, mit csináljunk? Nincsen, semmi gond. Itt ez az üveg trutyvi, ebből reggel néve este 40 cseppet a nyelvet találod. Hála Isten most már van az ő jó voltukból. És működik. És 3 hétből már egy kontrollra, aztán megkérdezi a röntgen orvos, hogy egy túró ez a tolingatói mikor közében, kip lefolyó csőben, aztán megkérdezi tőle, amikor ki mi van, hogy mi a felének. Aki nem mondhatod, nem kérlek. Hát ezt elviselni nagyon kényelmű. Őri Magyarorsda, most egy központot alakítatok ki, ahol gyógyítanátok. És itt ugye, ami a címbe szerepel, ez a izzasztó kunyhó, ami ősi magyar, ennek egy változata fintán, ez a miénk a régebbi. Itt is természetes, ők is nem voltak ott velünk egy időben, bizonyos részeit. Hogy tervezitek, hogy mikor indul be? Sajnos az eredeti tervektől el kellett állni, és a tavasszal szeretném, hát egy 2 óra leforgásolva szeretném attól, hogy az első hallása elég furcsán hat, és a legtöbben behúzzák a nyugodt, hogy micsoda, hány fok, mikor mondom, hogy hát nálunk 240 fokban a kulióban, körülbelül 240-250 között. Mi van? Igen, ilyen arcokat rám. És azt ki lehet bírni, és meg lehet jönni, tehát semmi probléma. Abban a különbsége, hogy ez gyakorlatilag olyan úgy működik, mint egy szalma. Fölhelyítjük majdnem, hogy a maximum a hőmérsékletet, szépen bemallagunk, leülünk kényelmesen, és én elkezdek egy bizonyos gyógytér keveréket a forró kövekre állítani, és annak a gőze gyógyít. Azért hatékonyabb, mint a hivászat, mert a bőrön keresztül és a felületi mirigyeken keresztül kerül a szervezetbe az összes gyógyító erő. Ami megívásnál, hát egy jól elkészített gyógyteánál a 30 esetleg 40% ami gyógyítást is végez a szervezetben. A gőznél 90%-a gyújt. Merem nyugodtan bárkinek a szemében nézve mondani azt, hogy olyan hatású, mint a kanabisz. Ugye ez is 83%-os kivonal, amit most már hozzá tudunk jutni. Tehát maximális garantál, hogy gyógyulás. Ha akar, ha nem akar, meggyújt magukat. Mert az évből egyszerre kap két palkofon, javulóval, ha tetszik, hanem minimális időben katyában az a tervezhető. Azt mondja, hogy csináljon, amit akarnak, nem tetszik, menjen fejjel a falon. A gőz ugyanilyen ebben a formában. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy van egy gyógytér keverék, és az csodál tesz. Nem. Azt mindig előtte leülünk, megbeszéljük az adott személyen, mi bajod van, hány éves vagy, álcolni szvécére a pontot, tehát bocsánat a kifejezésért, de ennyire részletes dolgokra beszélgetés kell. Tudni,
nem elmér csak valami távol van, hanem saját magát. Mert nem nekem Krisztus, hanem őnek az elemény. Úgy hárulhat valami. Aki azt mondja, hogy nézd meg, próbáljuk meg, megbízom bennem, aztán meg a végén elmondjuk, hogy most ez jó volt, vagy nem volt. És hajlandó minden kérdésre őszintén válaszolni, a kényesekre is, ott még soha nem fogjuk, hanem probléma. De volt őt. Hát nem, az olyan, olyan gondol nekem sosem volt. Aztán 7 perc után, ahogy én nézegettem, mondom, akkor most fejezzük ezt a kurva gyorsan kifele. Mielőtt össze nem csukni. Már olyan lehetsz, hogy én ezt kivigye nem tudom. Úgyhogy, mert miért? Álljunk fel. Ezt így kell. Mi van? Nyitom a vagyok? Ennél többre nem csökkentünk. Mondok én egy vonalán, hogy az a kicsit menni. Azt ahogy én magyarul elmondom neked. Anyukáim már jár, meg mit csináljam. Mert nem engem csak úgy, mert nem nekem csinálom rosszat, hanem saját magában. De hát akkor beszéljünk meg, lányom, nincs mit megbeszéljünk. Itt most fél órán ül, hozok egy másik teját, amit megszik. Ha tetszik, ha nem, mert különben kényszerrel egy töltségre repültünk a nyolkára. Az a fél napból fölöltözik, aztán úgy elhúz innen, és azt is elfelejti, hogy engem az életben látok valahol. Nem, hogy itt jár, egyáltalán nem is látok, soha sem. Megmondom őszintén, goromban vagyok, neveletlen vagyok, de nem akarok börtönbe jutni, meg nem akarok senkinek temetőbe jutni. Hogy felnőtt embernek nincs annyi esze, nem érti meg azt, hogy magának csinál rossz, akkor az emberrel én nem akarok foglalkozni. Mert úgy nyitom is arra. Az mennyire feküdjön a kórházba, majd ott elanyomják mindenféle, mit tudom, hogy milyen trújtmóval, amitől egyiktől a nyomra megy, másiktól a feje, a harmadiktól megy, két tudom, hogy milyen baj lesz. Ha neki ez jó, Isten állt. Csengelyi beszélt, meg felé kérdezte, valóban, én nem vagyok az orvosok ellen. Nem mindent látok az adott személyesen. Az a biztos, most van szintén egy olyan ismerős, aki kezelhetek, én nem mondjam, nincsen. Sikrít van, jó laborvizsgálat, itt teljesen van. Nyugodt meg a Doki bácsi, hogy minden egy tárgyas hangulat. Amit ők lefinkálnak, azt hozd el. Azt utána megbeszéljük, hogy csinálnak. Szerencsétlen 3-4 féle ilyen gyógyszerkurlátunk vannak. Nem, hogy javult volna, de javult kérjük közben. Aztán, de hát most szerintem mit, meg hogyan? Mert a vérnyomásod ilyen, meg olyan. Menjen, csináltass egy labort, azon leírja az eredményeket, az lép, bőrkészen, aztán már ott megmondom, hogy mit csinálok. Kérdés is mondom, a laborvizsgálat után egy egyszerű tejkezelés, és 3 nap után elmúlt az évítés. 3 nappal ezelőtt úgy jött be hozzá, hogy így fogta a falat, mert különben állás, annyira szép. Kérdés is mondom, 3 nap után nem egyszerű az évítés. Nem költöz a csengélyek módszerűen. Amit ő szétrombolt a feje, a másiktól nem tudott enni, a harmadiktól nem tudott aludni. Kérdés is azóta végül hozzá az éjszakát. Egyenesen sétál az utcán, nem úgy mennék a részeket. Nem kell fokozkodni. Ez csak egy jó tény. Akasztam még valami itt az Aura környéken, amit beszélgettünk, vagy? Hát én a gyógyítás visszatérve annyit szeretnék elmondani, hogy az Aura egyébként nem látom, de magát az éppertestet igen, de ezeket a kicsit rondabb dolgokat, ami fáj valami, akkor ott meg lehet találni, hogy mi van. És az éppertestet hogy látod? Hát ez egy ilyen szép fehér kis
ugyanúgy néz ki, mint az emberi test, csak így körbeveszi. 20-30 centi? A gyógyításon visszatérve, hogy ő is azt... Bocsánat. Ő is azt ecsetelte, hogy mindenképpen kérni kell a segítséget, és mindent őszintén el kell mondani. Itt azért is beszéltem arról, hogy érdemes több helyen is segítséget kérni, mert van olyan, aki megvan róla győződve, hogy ő mindent tud, páciens oldalról is, és kezelő oldalról is, viszont a legjobb gyógyító az az, aki maga is ezeken a tapasztalatokon keresztül ment, és túlélte. Mindig általában az tud segíteni, aki tudja, hogy hogyan kell ebből kijönni, mert ő is megcsinálta. És érdemes általában ilyen embert találni, vagy legalább olyat, aki már segített azon a problémán korábban, ami neki jelenleg fönnáll. De az, hogy valamit olvasunk, hallunk, ugye az interneten is rengeteg mindent találni, ugye boldog-boldogtalan már tudja a diagnózisát, mindent tud, ugye mindenhez mindenki ért, de ahhoz, hogy az egóját félretegye, és őszinte legyen elsősorban saját magával, ahhoz ugye bátorság kell. És az a legfontosabb, hogy az egót letegyük. Mert mindenki mindent jobban tud. Létezik az öngyógyítás, de ahhoz azért valamilyen tudásanyagot hozzá kell gyűjteni. De ahhoz nem úgy kell hozzáállni rögtön, hogy én mindent tudok. Nem, az nem úgy működik. Kérdezni zárásul, hogy beszéltünk itt különböző energia rezgésekkel, hogy kapcsolatot lehet tartani. Mennyire tartasz még kapcsolatot a tanítóiddal? Abszolút napi szinten. A mai napig is. Bármi olyan probléma adódik, mondjuk gyógyításnál, hogy egy pillanatra úgy az agyam azt mondja, hogy hát ez nem biztos. Akkor rögtön megyek hozzá. Rögtön, ha nem is abban a pillanatban, mert adott esetben az illetőnek nem olyan, hogy azonnal valami döntést kell hozni. Megbeszéljük egyéb dolgokat, de mihely távozott, miért kikísértem. Vissza bemegyek, megyek a sarokba, ülök le, öreg gyere, már baj van. Mert ezzel nem tudom, mit kezdjek. Ez jó, a múltkor annál hölgynél nagyon jól bevált, és hamar eredményt értünk el, de itt valahogy nem tetszik a tünet. Nem tetszik, amiket mond, hogy mit érez. Valami nem stimmel. És hozzáteszem, ő még soha nem fordult elő, hogy akkor azt mondta volna, na várja, akkor ezt így meg így csinál. Soha. Mindig azt mondja, hogy jó, várja, először memmel megbeszélek, ő a felesége. Aki szintén túl van a százon. És megbeszélik, és ha valamiért nem egyeznek, csak egy egész kicsiben, akkor van még valaki, akit megkérdeznek. Tehát soha nincs az, hogy én mindent tudok, egy frászt, semmit sem tudok. Ez a másik dolog, amit általában elmondok a pácienseimnek. Mert azt mondja, mert te gyógyító vagy, a franc karikát, nem vagyok én gyógyító, nem tudok én meggyógyítani. Meggyógyítani saját magadat tudom. Én abban tudok segíteni, hogy mit csináljál ahhoz, hogy meggyógyuljál. Én nem gyógyítalak meg. Nem tudom. Én nekem azt megtanították, hogy hogyan vezesselek rá arra, hogy meg tud magadat gyógyítani. Sose voltam gyógyító, nem is leszek. Ha megérem a 200 évet, akkor sem. Akkor sem fogok tudni meggyógyítani magamon kívül senkit sem. Csak rá tudom vezetni, meg tudom magyarázni. Köszönöm szépen, és elnézést kérek mindenkitől, hogy kicsit hosszabbra nyúltam által, de ezt így egybe kellene végbeszélni. Én azt köszönöm nektek mindenképpen, amit elmondtatok, és azt szeretném, hogy egy valamilyen
jó rezgésekkel vezessük le ezt az estét. Köszönjük.